Eszedbe jutott már, milyen érzés lehet megszületni, vagy édesanyaként 9 hónapig egy gyermeket hordani a szíved alatt? Zsolt a Csopa Playbar születés kiállításán kendőzetlenül tárta elénk, hogy tényleg nem a gólya hozott minket. Amikor bejövünk ide a terembe, akkor egy ilyen népességszámlálóval találkozik az ember. Ezen a táblán itt 4 adat van. Ugye a világ népessége nagyjából 7,5 milliárdra tehető most, jelen pillanatban. Ugye Magyarországnak egy picit kevesebb, mint 10 millió. És akkor hát ugye alatta találhatók, hogy hányan születnek, eddig hányan születtek ebben az évben, és hogy Magyarországon eddig hányan születtek. Ez a nagy pálcikákból és golyókból összerakott modell a DNS-t mintázza, az örökítő anyagot, amely az emberi genetikai információit hordozza. Van itt nekem egy ilyen vezetékem, húzd ki, amilyen hosszúra csak tudod. Képzeljétek el, hogy egy sejtben valós méretarányban, tehát valójában ilyen hosszú egy DNS. Tehát az ember minden sejtjében egy ilyen hosszú molekula van. Ez az örökítő anyag határozza meg, miként jövünk a világra a 9 hónapos várandóság végén. A születés az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, a Föld különböző részein pedig más-más módon várják a kisbaba érkezését. Marcell, te mit szólsz ezekhez a videókhoz? Hát én még nem gondoltam bele, hogy hogyan is születtem, de tényleg nagyon csodálatos dolog ez a születés, és hogy a világ különböző tájain ezek a különböző rituálék, és nagyon jó, hogy ellátogattunk ide. Na hát, mit hallatok? Olyan hangokat, mint hogyha a víz alatt lennénk. Így van, olyan hang. Ugye a magzatot körülveszi ugye egy ilyen vízréteg, ugye magzatfolyadék. Ez a fotel azt szimulálja, hogy mit is hall a magzat, a kisbaba az anyukának a sám anya méhében. Jé, a szívdobogást is hallani. A magzatként való nosztalgiázás mellett akár 9 hónapos kismamaként is próbára tehetjük magunkat. De ez azért fontos, meg azért szoktuk megmutatni, mert így megérzik az emberek azt, hogy miért fontos átadni például egy kismamának a helyet mondjuk egy tömegközlekedési eszközön, mert így most így magatokon is érezhetitek, hogy igazából milyen nehéz. És hogyha egy gyerkőc megszületett, akkor itt akár ki is lehet próbálni azt, hogy hogyan kell helyesen pelenkázni. Nem olyan bonyolult folyamat, próbáljuk ki. Kész! Wow, hát éppen nekem is. Hát Marci, akkor majd, hogyha lesz babánk, akkor felfogadunk téged bébicsősznek, mit szólsz, jó? Főleg, mert ez volt Marcinak az első pelenkázása. Igen. Na, hát akkor én nagy pacsi.